Ezekre a falból kilógó kábelekre csatlakoznak majd rá a kamerák és a monitorok. A Bonyhádi járásbíróság tárgyalótermében szinte teljesen befejeződtek a munkálatok, de nem csak itt, Tolna megye valamennyi járásbíróságán hasonló fejlesztések zajlanak. A szekszárdi törvényszéken 2019 őszén átadásra kerül további 4 olyan via videós tárgyaló, ahol a bírák alkalmazhatják az új videokonferenciás meghallgató rendszert. Szeptemberre itt Pakson, Dombó Váron és Tamásiban is elkészülnek az úgynevezett via videórendszerrel felszerelt tárgyalótermek. Minden bíróságon rendelkezésre fog állni legalább egy ilyen meghallgatószoba, ezért alkalmas lesz arra, hogy a tanúknak ne kelljen utazni az ország különböző részeibe, a hozzájuk legközelebb eső bíróságra bemehetnek, és távmeghallgatás útján lehet őket idézni. A via videó rendszert Tolna megyében elsőként a szekszárdi törvényszéken mutatták be tavaly ősszel. A szekszárdi börtön és a bíróság egy-egy termét kapcsolták össze. A rendszerről már akkor tudni lehetett, hogy olcsóbbá és biztonságosabbá teszi a tárgyalásokat, mert nem kell a vádlottakat utaztatni. A szekszárdi gyerekgyilkos egy korábbi ügyét is a via videórendszer segítségével tárgyalták. A kamerákkal és monitorokkal felszerelt tárgyalótermet rendszeresen használják a bírók a Tolnai megyeszékhelyen és az ország más részein is. 2018. szeptemberéig az országban 72 végpontot alakítottak ki az Országos Bírósági Hivatal segítségével, tehát jelenleg 72 olyan tárgyalóterem van az országban, amely már ellátott ezzel a rendszerrel. A bírák használják is. Az országban egy hónap alatt körülbelül 500 távmeghallgatásos tárgyalás zajlik. Tolna megyében jelenleg a szekszári törvényszéken és a szekszári járásbíróságon van már üzemelő távmeghallgató. Szeptemberig az országban újabb 112 via videórendszerrel felszerelt tárgyalóterem készül el. A biztonságos távmeghallgatásra így összesen 184 helyen lesz lehetőségük a bíróknak.